Az orosz-ukrán válság, az uniós szankciók és a rubel árfolyamának kiszámíthatatlansága miatt 2015-ben Európa szerte csökkent az orosz kiutazó turizmus. Sármenékről csak nem egy évig elmaradtak az orosz charterjáratok. 2015-ben ugyan a vendégéjszakák száma meghaladta hévízen az 1 milliót, az orosz forgalom visszaesése mégis hátrányosan érintette a térség szolgáltatóit. Fenntartható növekedés az. A hévízi vendégkör összetétele változóban van. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a hagyományos piacokról, így az oroszról le kellene mondani. Hangsúlyozta dr. Faragó Péter, a Magyar Turizmus ZRT vezérigazgatója, az utazás kiállításon tartott sajtótájékoztatón. Az orosz vendégforgalom növelése érdekében tavaly szeptemberben forgalomélénkítő kampányt indítottak Moszkvában, összesen 48 millió forint értékben, és a várt hatás nem maradt el. Új légijáratot nyitunk Moszkva és Sármellék között. A Juter orosz légitársaság heti rendszerességgel egy 126 fő kapacitású járatot nyit 2016. júliusa és november 6-a között egész pontosan. A kampányhoz a Magyar Turizmus ZRT és a Hévíz TDM Egyesület fele-fele arányban összesen 30 millió forinttal járult hozzá. Utóbbi a szolgáltatói igények és az együttműködő partnerek találkozását tette lehetővé. Azt várjuk tőle, hogy sikerül az orosz piacon újra erősíteni a jelenlétünket, hiszen a 2015-ös évben egy 35%-os vendégészaka vesztésünk volt orosz területről, és azon dolgozunk, hogy ezt az idei évben, illetve az elkövetkezendő években tudjuk visszahozni. További optimizmusra ad okot, hogy már Szentpétervárral is folynak tárgyalások egy onnan induló járatnyitásról. Szentpétervárral, konkrétan Hévíz városának kifejezetten jó kapcsolatai vannak, ott egy orvos társadalmat már többször meg tudtunk szólítani, illetve többször voltak Hévízen, illetve Hévíz környékén különböző konferenciákon. A sajtótájékoztatón Igor Szevasztyanov, az Oroszországi Föderáció nagykövetségének főtanácsosa azt mondta, az utóbbi idők nehézségei ellenére a gyógyturizmus miatt Hévíz továbbra is vonzó a turistáik számára. A moszkvai járatnyitástól egyébként a szakemberek minimum 15 000 új orosz vendégéjszakát remélnek Hévízen.